Amíg a Móci cicám fodrász bemutatót tart, elmesélem. Amikor rájöttem, hogy a macskák nyávogása valójában egy értelmes beszéd, egy szofisztikált nyelvet használnak, akkor le tudtam következtetni, hogy ha az ember és a macska is beszél, akkor az azt jelenti, hogy a beszéd az evolúció során fejlődött ki. Ez számomra elfogadható volt, vagy egyértelmű volt, azért, mert erre a következtetésre már régebben is rájöttem. Amikor tanultam meditálni, akkor nagyon komoly problémám volt a belső beszéd, a belső dialógus megállításával. A belső beszéd az a rendszer, amelyik az embernek a tudatát tartja a mindennapi tudatszinten. Ahhoz, hogy a tudat elmozduljon egy másik szintre, meg kell állítani a belső dialógust. Kezdetben azt hittem, hogy elég, hogyha az ember csak elcsendesül, és majd magától megáll a belső dialógus, de később rá kellett jönnöm, hogy ez nem így van, hogy a belső dialógus egy nagyon szívós rendszer, amit meg kell állítani. Egy japán szobrász, név szerint Takumi Matsumoto, aki az, mielőtt szobrász lett volna, 3 évig élt buddhista kolostorban, ő elmagyarázta, hogyan történt az ő oktatása, hogyan oktatta őt a mestere a meditációra. Ebből lekövetkeztettem a belső dialógus megállításához kulcsot kell az embernek megtalálni, és mindenkinek a saját kulcsát kell megtalálni. Szóval, mivel a beszéd meghatározza a tudatszintünket, ezért a beszédnek és a tudatnak egyidejűleg kellett fejlődni. Ami azt jelenti, hogy a beszéd evolúció során fejlődött ki. A beszéd, a nyelv nem csak az egymás közötti kommunikációnknak az eszköze. Nem csak a mindennapi tudatszintünk fixálásának az eszköze, hanem a verbális memóriánknak is az eszköze. A kreativitásunknak is az eszköze. És a verbális művészetünknek is az eszköze. Ha a nyelv és a tudat nem fejlődtek volna együtt, akkor a művészetekben, verbális művészetekben nem tudna az ember a valósággal párhuzamos, működőképes, virtuális teret létrehozni.